és minden kor is örökkön örökké. Könyörülj rajtunk. Egy közös könyörgésbe foglaljuk bele mindazokat, akik már elköltöztek ebből a földi életből. Utána pedig külön megemlékezünk Ábrányi Lívia testvérünkről, aki március 11-én hunyt el. Nagyon készült a találkozóra, szeretett volna újra együtt lenni velünk, de sajnos a Jóisten magához szólította, tehát így sem tudtak jelen lenni. Könyörögjünk még Isten szolgáinak és szolgálóinak, a nyírának, elszáradottaknak, boldog lelki nyugalmáért, és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeiknek, bocsánatáért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk még Isten szolgálójának, Léviának lelki nyugalmáért, minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeinek, bocsánatáért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Hogy az Úristen helyezze el lelküket, hol az igazak megnyugosznak. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Adj Urunk, tőlünk elkülött szolgáidnak és szolgálóidnak boldog nyugalmat, és készíts nekik örök emléket. Boldog nyugalmat. Emlékeket megőrizzük, most pedig a rendezvényházi asszonyát, azt a szemét kérem föl köszöntőjének megtartására, aki nélkül sem a tavalyi, sem az idei rendezvény nem jött volna létre. Magdikának azt a példamutató hozzáállását szeretném megköszönni a csapat nevébe, amit ennek a multivízió csoportnak és a nyirábrány érdekében végzedő munkájáért végez. Légy szíves, hálát.